A Mi Hazánk mozgalom már többször szorgalmazta azt, hogy mielőbb lényegesen le kell sújtani a bankokra és a különféle díjakra. Éppen ezért részsikerként könyveljük ezt, hogy a kormány módosítja az alapszámla maximumát 1000 forintra, ami csökkenés jelent az eddigi 3000 forinthoz képest. Ez a változás igazából, hogyha el is fogadják, akkor júniusban léphet életbe. De ennek ellenére már az utóbbi időszakban egy 15-20%-os drágulást is megfigyelhettünk a bankolás során, így egyre több cég emelhetett a díjakon, a bankok akár kétharmadára is igaz lehet ez az állítás. Az is igaz, hogy a hitelintézetek szigorú szabályok szerint módosíthatják csak ezeket a díjakat. Az utóbbi hetekben a lakossági banki ügyfelek ugye különféle tájékoztatást kaphattak, hogy milyen költségeket számoltak fel pontosan a hitelintézetek. Több levélből is azt az információt kaptam, hogy kiemelendő például az, hogy egy SMS-ért 300 forint körüli összegeket is felszámolnak a hitelintézetek, ami meglátásom szerint kifejezetten magas. Ezen kimutatásokból pedig ugye tisztán megállapítható, hogy mennyi valódi pluszköltséget is jelentett ez az ügyfélnek, hogyha bankol. Ebbe beletartozik ugye a számlavezetés, kártyahasználati, tranzakciós díjak és egyebek. De vajon felmerül a kérdés, hogy meddig élősködhetnek a magyar emberek pénzéből és nyomorából a bankok, amik ugye gyakran külföldi tőkével és tulajdonossal működnek idehaza. A díjak minimalizálásának célja viszont nem a készpénz használat visszaszorítása kellene, hogy legyen, ugye amit a kormány többször is hangoztat, hanem éppen ellenkezőleg a készpénz megtartását kell célnak kitűzni, sokkal inkább az idegen érdekű bankokat és a tőkét kell visszaszorítani és célként kitűznie. Éppen ezért nem látszott sarcolásokat várunk el, a Mi Hazánk mozgalom ezért szorgalmazza azt, hogy szükséges tovább csökkenteni az embereket kizsákmányoló bankok díjait. Mielőbb ténylegesen sújtsanak le a bankokra és ezekre a díjakra, költségeket minimalizálják, vagy kötelező érvénnyel töröljék el azokat mielőbb. Felszólítjuk ezért a kormányt, hogy ne legyen az idegen érdekeltségű bankok cinkosa, hanem azonnali lépésként részletesebb és valóban könnyítő szabályozást vezessenek be.